Szájer József fideszes európai parlamenti képviselő a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen arról beszélt, hogy bár az Európai Néppárt az európai politika legjelentősebb ereje, de egyre inkább zsugorodó és veszített a lendületéből, és valójában ma már csak egy hatalmi gépezet. A Néppárt és a Fidesz kapcsolatáról, az unió jövőjéről Söpfrin Györgyöt kérdezzük. Aki meglehetősen jól ismeri ezt a történetet, mert hogy a Fidesz volt európai parlamenti képviselője, 15 éve van ebbe a történetbe, ugye? Így van. Amikor leköszönt, visszakerestem egy újságcikket, ne vegye tiszteletlenségnek, azt írták önről, hogy valami olyasmi volt a dolga, hogy nagyon választékos angolsággal magyarázza el Nyugat-Európában, hogy miért oké, amit a Fidesz csinál Magyarországon. Olvasta ezt annak idején? Ez valamikor januárban jelent meg. Nem emlékszem erre, de oké. Okay. Hát nyilván hozzászokott. Van benne igazság. Kap hideg, tényleg? Na, hogy most, hogy egy kicsit távolabbról nézi már a dolgokat, másként lát-e Ebben a viszonyban, vagy azt gondolja, hogy minden meglátása az ma is helyes és időtálló, ami azelőtt volt? Mármint a Fidesz kapcsolata, vagy az Európai Unió? Fidesz és az Európai Unió, vagy ha úgy tetszik, Orbán Viktor és az Európai Unió kapcsolatát. Hát itt én elsősorban az Európai Unió szempontjából próbálom nézni a helyzetet, és hogyan kapcsolódik ehhez Magyarország, illetve a Fidesz, illetve a nép. Nagyon sok szereplő van. És az Európai Unió átalakul. Abból a szempontból, hogy amit láttunk a Juncker-Timmermans bizottság idején, vagy a politikai bizottság, szerintem elvesztette a harc a háborút, és a tanács, tehát a tagállamok sokkal fontosabb szerepet játszanak. Ami azt jelenti, hát láttuk, hogy Ursula von der Leyen igazából csak a V4-esek segítségével lehetett oda helyezni. Na most ez azt jelenti, hogy a Fidesz is egy fontosabb szereplő az európai politikai játszmában. Véleménye szerint a Fidesz alakítója, vagy hogyha úgy tetszik, nyertese ennek a helyzetnek? Mert Orbán Viktor azért sokat dolgozott azon, hogy... Mindenképpen nyertese, ami nem... Csökkenjen. Nem jelenti azt, hogy az egyetlen nyertese, de ebből mindenképpen egy előnyre jutott, és sok szereplője van az egésznek, mint mondom, és hát biztos tudja, hogy Európa jövője, most egy nagy projekt, hogy Ursula von der Leyen már beharangozott, és ebben természetesen Magyarországnak is lesz valami szerepe, hogy hogyan nézzen ki a jövőbeli Európa. Szokott-e beszélgetni a miniszterelnökkel? Tehát vannak-e például rendszeres találkozók? Mikor találkozott vele utoljára? Hú, nem is tudom megmondani. Szerintem idén nem, de az év elején beteg voltam, tehát ez úgy adott. 2019, nem tudom én, december 4-ig nem jött létre találkozó miniszterelnökkel? Úgy rémlik, hogy nem, telefonon beszélgettünk, de négyszem közt nem találkoztunk. Uh-huh. Ez engem meglepett. Hát én nem, hát végsősorban én már egy leszerepelt politikus vagyok, nem? Kevesen tudnak annyit az unióról és az unió működéséről, mint ön. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért érdemes lehet önnel időnként leülni, beszélgetni. Nagyon, nagyon jól látszik, hogy ahogy mondani szokták, az üléspont határozza meg az álláspontot, tehát elsősorban ellenzéki oldalról az a vélemény, hogy Orbán Viktor meggyengült, és az európai parlamenti választások után gyengébben jött ki. Sokan meg azt mondják, hogy lám-lám Várhelyi Olivér megválasztása, hogy azt a tárcát kapta meg, amit szeretett volna, azt a portfóliót, ez azt jelenti, hogy erről szó sincs. Ön hogy látja? Én úgy látom, hogy a Fidesz valóban Magyarország, mert szerintem nem akarom az egyiket leválasztani, másról a magyar állam szerepe azért nem alábecsülendő, tényleg elért valamit. Nem volt könnyű Várhelyi Olivérnek a meghallgatása, de szerintem a végén átment, minden további nélkül. Abban szerintem egy... Abban ön hisz, hogy Soros lobbizott ellene? Vagy ez butaság? Valószínűleg ő is, vagy azok, akik közel állnak hozzá, azok mindenképpen, hát ezt lehetett látni a médiákban, Twitter forgalom, Facebook, újságokban is, hogy... Ó, hát ott nagyon sok hazugság itt, van, tehát Twitteren meg Facebookon az nem egy hiteles információ. Én nem nagyon nézem a Facebookot, én Twitter követő vagyok, de igaz, egyetértünk. Nem, biztos vagyok benne, hát lehetett látni, hogy igen, a baloldalnak nagyon nem tetszik, azok különféle érvekkel jöttek elé. Az, ami szerintem senki sem akart elfogadni, hogy kell, hogy legyen egy magyar biztos. Tehát, hogyha Várhelyi Olivért is kilövik, akkor jön utána valaki, és igazából azt hiszem, hogy a bővítés ebből a szempontból egy fontos portfólió. És
fogjuk látni pár helyt. Ugye egy másik szempont, hogy amikor Donald Tuskot megválasztották az Európai Néppárt elnökének, akkor még Zágrábból üzent Orbán Viktornak, hát az nem volt egy nagyon barátságos üzenet. Egyáltalán nem volt barátságos, ezzel én teljesen egyetértek, de utána valamit ebből visszavett. Na most szerintem ő most, mint a néppárt elnöke, egy szerepet fog játszani abban, hogy a különféle néppárti tagpártok hogyan fognak viselkedni az elmúlt, a következő években, mert a néppárt szerintem most keresi a helyét, hogy most bal felé menjen, mert a föderális integrációs gondolkodást effektíve lenyúlták a bal oldalon. Tehát létrejött egy ilyen föderalista, vagy liberális szövetség, és akkor mit csinál a néppárt? Mi a kereszténydemokrácia? Sőt, emlékeim szerint ön volt talán az első, aki arról beszélt, hogy gyakorlatilag két néppárt van, vagy a néppárton belül is két irány van. Nem nagyon dőlt el ez azóta. Tehát a Fidesz az továbbra is a néppárt tagja, ugyanúgy megvan. Bocsánat, a néppárti frakciónak a tagja, a néppárt tagsága felfüggesztett. Okay, jogi bonyodalom, de azért ez számít. De hogy ez a meccs, ez nincs lefutva. Nincs lefutva, nem egyetlen. Mit prognosztizál? Mi lesz ebből? Mindenki rájön, hogy a legjobb a béke, és akkor inkább el kéne ásni a csatabárdot, vagy lesz néppárti szokat? Keresem a kristálygömböt, nem tudom, de tényleg. Akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy nekünk magyaroknak mi lenne a jobb? Ennek az országnak az érdeke. Az országnak érdeke szerintem az, hogy mi maradjunk a néppártban, de ugyanakkor szerintem a néppártnak meg kell találnia az identitását, mert a néppártiságban nem azt jelenti, amit 10-15 évvel ezelőtt jelentett, mivel sok minden átalakult Brüsszelben, Európában, a világon, globalizációnak köszönhetően. Biztos vagyok benne, hogy olvasta, tegnap a Politikónak jelent meg egy elemzése arról, hogy három részre osztották Európa vezetőit, csinálóké, rombolóké és álmodozók vagy vizionáriusok. És hogy ezen a listán Orbán Viktor lett az álmodozók kategóriában a második helyezett, ugye Greta Thunberg előzi őt meg. Bit? Miért nevet? Greta Thunberg és Orbán Viktor egy mondatban ugyan. Elfogadom, én egyébként ezt nem olvastam történetesen, de ismerem a politikó gondolkodását. Igen, de hogy szóval, hogy ha nem tudom őszintén szóval, hogy a nevetés az minek szólt, mert hogy mind a két ember azt gondolom, hogy a világ folyására elég jelentős befolyást gyakorol. Európa... Független attól, hogy az egyik egy kislány, a másik pedig a magyar miniszterelnök. Azt hiszem, hogy mind a kettőben, és ezt nem negatívunként mondom, van egy performatív elem, egy szimbolizáló elem, aminek segítségével lehet embereket mozgatni. Meg tudnak, pontosan erről van szó, ügyek mellé tudnak állítani embereket. Thunberg önmagában azért fontos, mert ő szimbolizálja az egész zöld hullámot, és a zöld hullám sokkal fontosabb most, mint másfél évvel ezelőtt. Uh-huh. Orbán Viktor pedig egy olyan Európát vizionál szerintem, ahol a tagállamoknak, illetve a nemzeteknek van egy szerepe. Azt is írta a Politikó, de nem akarom nehéz helyzetbe hozni, hogyha nem olvast ezt az elemzést, hogy Orbán szlogenekkel operál. Tehát, hogy meghirdet ilyeneket, hogy illiberális állam, meg nem tudom én. Nincs mögötte igazán tartalom, de ezt egyébként jól csinálja. Ebből hát, el tud fogadni valami? Én minden politikus, biztos én is, szlogenekkel operál. Esetleg még ön is alkalmattál. Ez magától értetődik. Tehát ezt én még sértésnek sem tartom, az újságírók mondanak, szoktak ilyeneket mondani, ha más nem tudnak kimondani. Van-e tartalma? Szerintem van tartalma, és igazából ami az illiberalizmust illeti, hát hogyha megnézi az ember az eredeti szöveget, akkor igazából tulajdonképpen csak a piacról szólt, de ezt föltöltötte a nyugati liberalizmus, hogy micsoda lehetetlenség, hogy valaki azt mondja, hogy illiberális. Én erre azt mondom, hogy de igen. Nem csak a nyugati liberalizmus, a napokban Kövér László mondta. Azóta. Tehát, én 14-ben kezdem, akkor szerintem az illiberálisnak csak egy piacellenesség volt a tartalmat, hogy az ember megnézi magát a szöveget. De azóta ráruháztak kívülről különféle dolgokat, de azt hiszem, most már van tartalma az, hogy amit már sokkal többen elfogadnak, hogy a piac nem old meg mindent, tehát már a nyugati szakemberek is kezdenek így gondolkodni. Talán Magyarországon is valaki látja, hogy az államnak van egy bizonyos védelmi szerepe, védelmező szerepe, hogyan, miképpen, stb. Hát ez vita tárgya.
És ami a szabadságokat illeti, hát ez benne van az eredeti tusnádi beszédben. Hányszor kellett Brüsszelben meg Európában magyarázni azt, hogy a magyar miniszterelnök az valójában mit érthetett illiberalizmus alatt? Hát, hogyha annyi... Azért megkockáztatom, hogy órák mentek el az életéből erre. Hogyha annyi vacsorát kellett volna megennem, akkor sokkal súlyosabb lennék. Jó, de például, hogy egy ilyen viszonyban az nincs benne, hogy előtte kikéri a miniszterelnök az önvéleményét például erről, hogy te Gyuri, nekem eszembe jutott egy ilyen fogalom, hogy illiberalizmus, én ezt bemondanám. Mit gondolsz róla? Jó ötlet, vagy sem? Szerintem egy kiváló ötlet, de érdemény nem fordult elő. Söfrény György, köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm, hogy a vendégünk volt. Hát azért azt kívánom önnek, nem tudom, hogy én kívánhatok-e innen bármit, hogy gyakrabban csördüljön meg a telefonja, és Orbán Viktor legyen a vonal túlsó végén, és beszélgessenek. Én nagyon szívesen, most már ráérek, mint nyugdíjat. Köszönöm szépen még egyszer. Jakubcsek Gabriellát szólítom, mert hogy az egyenes beszéd után kezdődik az ő műsora, és tőle érdeklődöm arról, hogy kikkel és milyen témákról beszélget. Szervusz, jó estét kívánok! Ma is jelentkezik a Jakubcsek Plusz. Minden ötödik nő 40 év alatti a mellrákosok közül, ez lesz az első témánk, és 6-szor annyi ügyvéd van Magyarországon, mint Ausztriában, ahol 2000-en vannak. Ez lesz tehát a Jakubcsek Plusz témája 8 óra 30 perckor. Vagyis nem sokkal az egyenes beszéd után, ami most véget ér. Köszönöm önöknek a figyelmet, holnap Róna Jégon számít majd rá. Minden jót, jó estét, viszontlátásra!